barátainak. Egy megemlékezést tartunk október 23-án, ami keretein belül éneklünk, szavalunk a közönség, illetve a bátaszékiek számára. Azért gondolom, hogy fontos ezekről az eseményekről megemlékezni, mert ezeket az eseményeket fent kell tartani. 1956. októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. Az országgyűlés 1991-ben nyilvánította a hivatalos nemzeti ünnepi október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített. Volt-e értelme annyi vért kiontani, feláldozni annyi fiatal életet? Nem túl nagy áldozat az egy szóért, amit úgy hívnak szabadság. A haza iránt érzett szeretet ad erőt ahhoz, hogy továbbra is megőrizzék Magyarország és a magyar nép függetlenségét mindenféle elnyomó diktatúrával, idegen kultúrával szemben, hangsúlyozta a bátaszéki II. Géza gimnázium igazgatója. Tehát október 23-a, március 15-e mellett a másik nagy nemzeti ünnepünk a magyar szabadságról szól igazában, és én úgy gondolom, hogy ennek nevelési célzata is van, hogy iskolai keretekben is megemlékezzünk róla, részévé váljon a viselkedés kultúránknak azt, hogy a nemzeti ünnepet méltó módon tudjuk megünnepelni, ezért öltözünk fel ünneplőbe, ezért készít az egyik osztály műsort a többiek számára, hogy valóban méltó legyen ennek az ünnepnek az ünneplése. Én azt gondolom, hogy elsősorban ez a nemzet számára fontos, hiszen a magyar nép 1956-ban megmutatta maga szabadság szeretetét, azt, hogy egy nagyhatalommal szemben is képes fölmutatni ezeket az értékeket, még akkor is, ha ennek az eredménye kétséges. Én azt gondolom, hogy ez az üzenet elsősorban a mai ember számára is. Az 56-os forradalomra és a mártírokra emlékező programok jelentése az utókor számára az, hogy örökölt értékeink védelme közös jövőnk zálogát jelenti.